Kovács László. Válogatás 11. Két oldalú. Az utcámnak, az életemnek van bal oldala, és van jobb oldala. Mindkettőn járok, hogy ne legyek túl egyoldalú. Garantáltan eltüntet minden foltot. Néztem a csodaszert, amely a ruháról minden foltot eltüntet. Egészen biztos szer. Még soha nem mondott csődöt. Ahogy néztem, egyéb foltok jutottak eszembe. A hátsó hagyomány ápoló. Egy kazettás lejátszóval mellettem, és egy citerával a kezemben a kazán mellett ültem. A pálinkát főztem, és közben magyar népdalokkal töltöttem érzelmeim nyitott kulacsait. Ez bennem annyira megindította vérem párlatának cseppjeit, hogy én is dalba kezdtem. Néhány pohárral hörpintettem, és meg is köszöntem a jó Istennek, hogy ez a magyar stílus megunhatatlanul szép, mint a hagyományainkat őrző, gyönyörűséges, csillagos ég. A hátsó melltart. Melltartóba helyeztem a képzeletem, hogy így megemeljem egy kicsit a kedvem. Nem is számít a mérete, mert most belefér mindenbe, de nélkülözhetetlen elleme a tervemnek. És ne aggódj, kedvesem, ha olyan lesz a kedved, én nagyon szívesen neked is megemelem. Boogie-woogie, Mookie-hoogie, Nyuszi-puszi, Boogie-woogie, Bugyi-nyugi. Mi ez a dadogás, Moki? Talán láttál Bugit? Nem az volt ez, Bugi. Ez egy húgi, ezért nyugi. Mert ez még csak Bugyi. Nem ez a legjobb a világon, Nyuszi. Csak közel áll hozzá. Puszi. A befutó. Néztem az éjszakát, ahogy cserélgeti ruháját. Végül is hajnalba öltözött. Egy gondolat belém kötött. A kifutón láttalak. A ruhád is én terveztem. Igaz, nem volt rajtad semmi. De kabátom rád terítettem, sokáig gyönyörködtem benned. Végül megöleltelek, és magammal vittelek. A tervező. Kell néha két kupica fehér főnök, hogy a nosztalgia halkan jöjjön, éveim üvegfala el ne törjön, amikor tervezgetek. A forma művész, mint a riadt vadlovak, percek galoppoznak a tenyeremben. Az emlékek, mint a léptek, rám lépnek, az idő pedig, mint fölülmúlhatatlan formaművész.
formálja bennem a mondatokat. És te nem vagy. Soha nem is voltál. Elfelejtett gondolat. Ragyogás. Amikor átszáguldottál az egemen, mint valami meteor, felnyitottad lényed különböző területeit. Olyan voltál, mint egy nyitott könyv, és én beléd olvastam. Az olvasás pedig képes elvezetni a képzeletet a kezdetekhez, ahol örök a ragyogás. Az örök zöld. A fák mellé állok, az ágaikon látok megsárgult leveleket. Én is az ágaimon évekig érleltelek. Most csak elképzellek, mint minden éjjel másmilyennek, örök zöldnek. Bugyi a kötélen. Bugyi a szárító kötélen. Gondolatban lógok mellette, mert az jutott az eszembe, amikor a feleségemnek én ilyen szépet vettem. Az elárusító hölgy pedig huncutul megjegyezte. Kérem, használja egészséggel. Ettől én zavarba is jöttem, de a nő ezt észrevette, és rögtön hozzátette. Na de uram, kérem, én arra gondoltam éppen, hogy azt használja egészséggel, ami majd benne lészen. A keringő. Éveim ketyegő percei tákolták össze azt a kunyhót, ahonnan szeretek kinézni az ablakon. Mert onnan mindig láthatom az életet a napok felé rohanni, meg a reményeket felébredni. E kunyhó ablakából egyszer láttam valakit. Érintetlen tájak után kutatott. Visszapillantása elevenembe vágott. És mint két elveszett lélek keringtünk egy gömbakváriumban. Azóta a végtelen folyó egyik ébredő partjáról én mindig átkiabálok. Jó reggelt, szépségem! Vudu. Gondolataimba vetítettem a szellemed, a tested, hogy e varázslati módszerrel hassak az ébredésemre benned. Mert akarom, hogy felébresz, mint egyszer, amikor én benned magamra leltem, és boldogan ébredtem. A hátsó mérleg. Az idő polcain nézegettem az álmaim. Rakosgatom a gondolataim, azokat a dolgokat pedig, amelyek mindig nehezek voltak, a mérlegre teszem. És amikor majd könnyűek lesznek, talán neki kezdek. Pihenés. Még soha nem fáradtam bele abba, hogy boldogan szemléljem, hallgassam, csodáljam lényedet. Narrátor Kovács Anton.